mint ahogy nagyon sok más művészeti ág van, vagy nagyon sok más típusú alkotás, az olvasásnak is megvan egy nagyon sajátos jellege abban, ahogyan működteti az agyat és a fantáziát, vagy akár a lelket. Hát persze. Az, hogy kiírni magunkból történéseket, az mindenkinek a saját iramában történik. Néha meg kell adni az időnek, ami az övé, meg kell adni a véletlennek, vagy a történésnek is, ami az övé, és az azt jelenti, hogy ha most nem tudok valamit ugye elvégezni, akkor rá kell hagyni a sorsra, hogy egy kicsit segítsen, vagy intézze ő is. Az a legjobb, hogy van egy csomó szakirodalmi elmélet, meg kritérium arra, hogy milyen a jó műfordítás. Az a jó, amelyik a célnyelven, amire készül, úgy hangzik, mint azon írodott volna. Én azt mondom, hogy ha valamit az ember megtanul műfordítóként, az, hogy a szövegben hogyan egyensúlyozzon. Mintha egy gyeplő lenne a kezemben, mikor engedhetem meg jobban, mikor kell meghúznom. Volt az a bátorságom, az a nyelvben levésnek az a bátorság, amikor az ember szinte úgy ír, meg úgy beszél románul, ahogy jön. Az elmúlt 15 évenben, amióta ezt csinálom, most már bő 15 év, rengetegszer láttam azt, hogy jó élmény a vendégnek is, és azt hiszem, hogy ennél több, hogy a közönségnek jó élmény, a vendégnek jó élmény, akkor azt jelenti, hogy valami szerencsésen találkozott, valami szerencsésen kapcsolódott, és akkor ebben látom az én szerepemet, hogy én ezt elősegítsem. Ez itt a Pertú, Háromszék legközvetlenebb portai podcastje. Akár mondhatnák azt is, hogy milyen kicsi pityókák vagyunk mi, hogy itt próbálunk ugye, de mekkora tervekkel, meg hittel, de ezek nélkül minek? Na igen, hát tehát, ha nem így, akkor nem is érdemes, én úgy vagyok igen. Ezzel.